A Kálai család hagyatékának állít emléket a Kálai kúria Kálósemjénben. Ez az egyik legvonzóbb turisztikai látnivaló a térségben. Az energiaválság miatt azonban a fenntartó önkormányzat kénytelen takarékosan üzemeltetni, ezért lecsavarják a fűtést 8 fokra, mondta Belice László polgármester. A mi településünk egy családbarát díjjal rendelkezik, tehát a lehető legfontosabb szempont volt a képviselőtestület asztalán is, hiszen tárgyaltuk ezt a témakört, hogy a gyerekek ebből lehetőleg kevesebbet érezzenek. Tehát az oktatási intézményeinkben ott megpróbáltuk minden olyan intézkedést elérni, amivel tudjuk biztosítani azt a komfortot, amit lehetőleg otthon is megkapnak. Vannak olyan intézmények, amelyeket sajnos majd be kell zárnunk. Ezek november 1 és december 1 magasságában fognak majd megtörténni. Ahol lehetett, átálltunk alternatív fűtési módra, illetőleg ott, ahol végképp bezártuk, úgymond bezártuk a téli időszakra, akkor azt 8 fokon temperáljuk, illetőleg a oktatási intézményeknél pedig a 21 fokot határoztuk. Tudnak akkor példát mondani, hogy melyek azok a szolgáltatások, amelyekkel most nem fognak találkozni egy darabig a Kálósemjéniek? A kúria épületét a téli időszakban biztos, hogy be fogjuk zárni, tehát nem fogjuk fűteni, temperálni fogjuk. Van lehetőség arra, hogy nyilván, hogy az arra látogatók, vagy az oda látogatók a múzeumi részt azt megtekintsék, de hát mindenkit arra kérünk, hogy öltözön rétegesen. Nem csak saját gazdálkodásokra figyel a Kálósemjéni önkormányzat, de lehetőségeikhez mérten igyekeznek segíteni azoknak a családoknak is, akik a válság miatt nehéz helyzetbe kerültek. Az első lakáshoz jutást pedig továbbra is támogatják, azonban a feltételeket felülvizsgálják. A jövő évben pedig több tervük is van. Az úthálózatunkban szeretném mindenképpen fejlesztéseket eszközölni, valamint a óvodai épületének fizikai volta az nem teszi szükség, vagy nem adja meg azt a lehetőséget, hogy azt a várható gyermeklétszámot, amit 2 év múlva prognosztizálunk az óvodába, azt el tudja látni. Tehát egy óvoda fejlesztés, egy óvoda bővítésre van szükségünk, ez a másik nagy kardinális pont a településen. Valamint én úgy gondolom, hogy most már napirenden lesz mindig, folyamatosan, ez pedig az energetikai, megújuló energetikai beruházásoknak a érvényessége. Tehát ezt úgy gondolom, hogy előrébb kell sorolnunk az összes többi fejlesztés. A kerékpárút hálózatot is szeretnék fejleszteni, ebben az évben elkészült a belterületi szakasz, de azt remélik, hogy a bicikliút folytatódhat külterületen Mária Pócs felé.